Williams Televízió. A városi cégek beszámolóiról, a villám sújtott a családi házak tulajdonosainak megsegítéséről, a folyamatban lévő projektekről, a közelgő nemzeti ünnep méltó megünnepléséről, valamint a folyamatos közterületi problémákról is tárgyaltak a képviselők. Az ülésen szó esett a szemét elszállításáról is. A részleteket a sajtóreferens mondta el nekünk. Az önkormányzat első fél évi gazdálkodása terveink szerint alakult. Eltérést a pályázatok előre megfizetendő költségei okozták, illetve az, hogy voltak olyan adóbevételek, amiket az első fél évre irányoztunk elő, de ezek csak a második fél év első felében fognak teljesülni. A testületi ülésen a Magház, a Projekt Kft., illetve a Tefü Kft. Beszámolóját és mérlegét is átvizsgálták és elfogadták. Elfogadta egyhangulag a képviselő testület, azonban a Tefü Kft.-nek a hulladékgazdálkodás törvényi változásai miatt jelenleg forrás hiánya van és nehézségei adódnak. Ez egy megoldandó feladat lesz az elkövetkezendő időre nézve. Július végén két családi házat sújtott Maglódon villámcsapás. A testületi ülésen a képviselő testület úgy döntött, hogy egy bontásra támogatást, egy rendkívüli támogatást biztosít a két családnak, mivel a bank sajnos a biztosítás nem fedezi a bontási költségeket még részben sem, és ezért ez nagyon fontos volt, hogy még az ősz és a tél beállt előtt a két családnak a háza tető alá kerülhessen ismét. Milyen folyamatban levő projektekről számolhat be? Természetesen folyamatosan vannak pályázatok, amikre jelentkezünk, több folyópályázat is van, amit már beadtunk, amire most fogunk pályázni, illetve várjuk az eredményeket. Sok szó esett most a nyár és a jó idő kapcsán fitnessparkok létrehozásáról. Erre is beadtuk pályázatunkat, reméljük, hogy az elbírálás után pozitívan alakul, és nálunk is megvalósulhatnak ilyen parkok. Ipari park kialakítását tervezzük itt Maglódon, és pályázati forrásból szeretnénk fejleszteni ezt a területet. Szeretnénk, hogy Maglód még vonzóbb legyen a nagy befektetők számára. Az 56-os forradalom 60. évfordulójára hogyan készül Maglód? Szeretnénk méltóképpen megemlékezni a 60. évfordulóról, és Babos László művész úr már készíti a Pesti srácok szobrot. Szobrot fogunk avatni ezen alkalomból a Bellus János téren. A közterületfelügyelők folyamatos problémákról is beszámolnak. Melyek ezek és hogyan orvosolják? Közterületfelügyelőink jelezték, hogy a hétvégi bulik alkalmával továbbra is rendszeresek a kresztábláknak a lopásaik. Ezeket folyamatosan pótolják, és próbálnak hatékonyabban, minél gyakrabban ellenőrizni ezekben az időszakokban. Gondot jelent számukra az illegális szemétlerakás is, nem csak bel, hanem külterületen is. Ők a belterületért felelősek. Több esetben kiderül, hogy ki a szemétnek a tulajdonosa, és hogyha beazonosítható ez, akkor természetesen hatósági eljárást indítanak a tulajdonos ellen, és büntetésre számíthatnak. Azonban, hogyha ez nem lehet, akkor az értesítés és a Tefü Kft. Értesítése után a szemetet a lehető leghamarabb el fogják a belterületről szállítani. Nagyon fontos, hogy jelenleg még tűzgyújtási tilalom van Maglódon. Október 1-től november 30-áig lehet a zöld hulladékot elégetni a saját kertjeikben. A behajtási engedélyeket is ők ellenőrzik, a közterületfelügyelők ellenőrzik itt Maglódon, továbbra is rendszeresen. Még mindig vannak olyanok, akik nem tesznek eleget ezen kötelességüknek. A behajtási engedélyeket a városházán ügyfélfogadási időben 5 napos ügyintézési határidővel lehet igényelni, de minden részletet megtalálnak a maglód.hu oldalon. Williams Televízió.